Köszönöm szépen a szót. Először is elnézést kérek a hangomért. A párom azt mondta, hogy mindenképpen mindenhol, mikor telefonálok, mondjam el, hogy nem vagyok alkoholista. Nem vagyok, csak megfáztam, elnézést. Tehát az előadásom címe Tegyünk együtt a jobb internetért. Én vagyok a Magyarországi Safer Internet program koordinátora, és igazából szerintem a jelenlevők közül nagyon sokan ismerik a Safer Internet programot, ezért csak nagyon röviden mondom el, hogy ez egy Európai Uniós program, 2009 óta létezik Magyarországon. Az a célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az internet határtalan lehetőségeit, illetve a felhasználókra leselkedő veszélyek elkerülésének hatékony és egyszerű módjait. Itt Magyarországon három pillére támaszkodik ez a program. Mi a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vagyunk a program koordinátorai. Mi felelünk a tudatosságért, és mi vagyunk a koordinátorok. A kék vonal alapítvány üzemelteti a helpline-t, ami egy segélyvonal. Ide gyerekek telefonálhatnak be, bármilyen kérdésük van az internettel kapcsolatban, bármilyen problémával találkoznak, ők segítenek nekik. A biztonságos internet hotline-t pedig egy ideje a NISZ, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT üzemelteti. A két partnerünk természetesen majd fog bővebben beszélni az ő saját tevékenységükről különböző előadásokban holnap. Én pedig csak gyorsan elmondanám azt, hogy mi mit csinálunk. Oktatásokat tartunk iskolákban elsősorban. Gyerekek, tanárok, szülők, szociális munkások számára, illetve idén rendőrök számára is tartottunk már oktatásokat, illetve rendőrökkel együttműködésben is, tehát a rendőrséggel együttműködésben is folytak már előadásaink. Ezeket az oktatásokat sok esetben önkéntes segítők tartják, önkéntesek, akik IT cégek képviselői, és maguk is gyakorló anyukák, apukák. Krasznai Csaba, a HP biztonságtechnikai menedzsere segített abban, hogy egyrészt toborozzunk olyan segítőket, akik ezt szívesen vállalják, hogy tartanak ilyen oktatásokat. Másrészt ő az, aki fölkészíti őket ezekre a tréningekre. De nagyon szívesen várjuk további jelentkezők megkereséseit is. Az oktatásokon kívül a másik fontos tevékenységünk, hogy programokat szervezünk, ilyen például a Városligeti Gyermeknap, ahol egy Safer Internet sátrat állítunk föl, és itt is az ipar képviselőit hívjuk meg, és a gyerekek számára két napon keresztül mindenféle játékokkal és ajándékokkal készülünk. Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk most. Két újdonságunkat mutattam be, az egyik ez a Vevvi Van című kiadvány, amiről már Hans is beszélt. Nagy örömünkre elkészült magyarul is. Egyelőre még csak online, a saferinternet.hu weboldalról tölthető le, de hamarosan nyomtatott formában is megjelenik. Ez 13 és 16 éves fiataloknak szól, interaktív kézikönyv, amelynek az a célja, hogy alapot teremtsen a biztonságosabb és tudatosabb internet használathoz. Ezt a European Schoolnet, a Liberty Global és a Google, valamint egy csapat lelkes fiatal segítségével hozták létre, és a magyar fordításban pedig egy kicsit mi is segítettünk. A kézikönyv használatával a fiatalok tesztelhetik a digitális írástudásukat, megismerhetik, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak az online világban, és maguk is adhatnak tippeket, készíthetnek eszközöket, amelyek segítenek az internet kockázatainak megértésében. Olyan témákat tartalmaz a füzet, mint a digitális lábnyom, hogy az internetes jó hírnév, vagy a jogok és kötelességek kérdései. A másik, ja, és ezt bárki letöltheti a weboldalunkról, tehát remélem, hogy minél többen használják majd iskolákban is. A másik
újdonságunk, ezt ma publikáltuk a weboldalunkon, egy Trash című interaktív online edutainment játék. Ez egy point and click kalandjáték. Zsombor majd biztos el fogja mondani, hogy ez pontosan mit is jelent. Egy olyan játék, amely bemutatja, hogy a neten hogyan kerülhetünk bajba, hogyan sodorhatjuk magunkat bajba iskolában, vagy otthoni környezetben, vagy éppen egy szabadidős elfoglaltság közben, és hogyan tudunk ezekből a nehéz helyzetekből, vagy bajból kimászni, és arra motiválja a játékosokat, hogy megtanulják, hogy hogyan szörfözhetnek biztonságosabban a neten. Két főszereplője van, Zénó, a kisfiú, és Alexandra, egy kislány, és ők kerülnek olyan szituációkban, mint például a bullying, sexting, adathalászat, vagy a videójátékokkal kapcsolatos különböző zűrök, amiből aztán kimásznak. Magyarul és angolul van készen jelenleg ez a játék. A bevezetésre majd hamarosan sor kerül, egyelőre mondom, még csak most publikáltuk. A Safer Internet program... A Safer Internet program életében az egyik legfontosabb esemény a Safer Internet Day, erről szintén beszélt már Hans is. Ez az InSafe és az InHope centrumok hálózata, és az InSafe és az InHope immár 10. alkalommal ünnepelte ezt a biztonságosabb internetnapot idén, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy bárkinek lehetősége van tenni azért, hogy biztonságosabbá és jobbá tegyük az internetet a gyerekek részére. Ezt minden évben a második hónap második hetének második napján tartják. Idén ez február 11-ére esik majd ez a nap. Az első 2004-es rendezvény óta immár világméretű eseménye nőtte ki magát, és idén 6 kontinens több mint 100 országának naptárában szerepelt ez a rendezvény. 2014-ben, hoppá, becsúszott a nyíl véletlenül, 2014-ben tegyünk együtt a jobb internetért lesz a szlogenje ennek a napnak, és itt egy kicsit eltolódik majd a hangsúly a biztonságosabbról a jobb internet felé. Hogy a jobb internet mit jelent? Ez természetesen sok mindenkinek mást. Talán leginkább arra kívánjuk a hangsúlyt helyezni, hogy a pozitív dolgokat támogassuk az interneten, és a negatívokat pedig számoljuk fel. És mindenki tehet azért, hogy ez így legyen. Azt, hogy ezt konkrétan hogyan, erre hamarosan kerülnek majd fel tippek a saferinternet.hu oldalra, hiszen az InSafe hálózat minden évben készít olyan kreatív anyagokat, videószpotot, iskolai csomagokat, amelyeket igyekszünk mi is minél nagyobb számban magyar nyelvre is lefordítani, és ezek elérhetőek és letölthetőek lesznek a honlapunkról, és különböző ötleteket is adunk majd arra, hogy hogyan lehet ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni, és hogy ki milyen rendezvényeket, eseményeket szervezhet a saját iskolájában vagy munkahelyén. A kezdeményezés vagy a céljához tulajdonképpen kapcsolódik ez a verseny, a legjobb gyermekbarát tartalom verseny, amelynek egy nemzeti, majd pedig egy európai fordulója is lesz. Az a célja, hogy elismerést és ismertséget nyújtson a 4-től 12 éves korosztálynak, gyerekeknek létrehozott internetes tartalmak számára, illetve hogy ösztönözze az új tartalmak létrehozását Európa valamennyi országában, tehát az Európai Unió valamennyi országában, Izlandon és Norvégiában és Oroszországban is megrendezik ezt a versenyt. Elnézést.
gyermekbarát weboldalakkal, blogokkal, videókkal, alkalmazásokkal és játékokkal nevezhetnek október 31-éig, és nagyon örülnénk, hogyha ennek a hírét is vinnék, és minél több nevezés érkezne, már 7-nél tartunk, ha jól számoltam. A díj átadására Brüsszelben kerül majd sor a Safer Internet napon, február 11-én. A kategóriák, amikben nevezni lehet, nevezhetnek felnőtt szakmabeliek, felnőtt nem szakmabeliek, fiatalok egyénileg, vagy kis csoportban, tehát három fős csoportokban, illetve iskolai osztályok, aki ugye legalább 4 főtől. A versenykiírás egy kicsit bonyolult, de nagyon szívesen adunk segítséget, illetve a www.bestcontentaward.hu oldalon. Magyarul is elérhető a verseny mindenféle leírása és a nevezési feltételek, illetve itt lehet nevezni. Köszönöm szépen a türelmüket!